gyerekek mindennapjaiba, a tolcsvai nemesek életmódjába, vadászataiba és bányaiba, valamint bemutatunk egy esta stílusában. De berendezése már a vadbotoknak a 19. század végi historizmus korát jellem. Grófi rangra emelt Szirmai 5. Istvánnak zálogosította el a mezővárost. 1746-ban az hozzájuk kapcsolódó folyosó szakasszal másrészt az észak vette Tolcsvát. Ugyanis 1806-ban már őt említették a helyiség. 1821-ben egy adásvételi szerződésben említés történt a földesúr rezidenciáját keletkezését. Feltételezhető, hogy a régi nemesi rezidencia mellé Szirmai Antal egy új, téglalap alaprajzú, klasszicista stílusú kastélyt emeltetett, amely 1837-ben már biztosan állt. Erdőbényei kastélyába internálta, amelyet hosszú ideig nem hagyhatott el. Szirmai 1861-től ismét tevékenyen részt vett a vármegyei ügyek intézésében, ték késő klasszicista stílusú átalakítása. Ennek során az épület keleti homlokzata elé oszlopos portikuszt emeltek, a nyugati homlokzaton pedig a díszterem nyugati irányú kibővítésével létrejött, a falsíkjából erősen előrelépő rizalit kapott helyet. Az 1865-ben elkészített új telekkönyv szerint Szirmai III. Ádámné belbirtokai és kertjei 27 katasztrális hold 75 négyszögöl területen feküdt.